Újra kaphatók a székesfehérvári püspök sörei, és egy új termékkel bővült a kínálat. A székesfehérvári egyházmegyek különleges termékei, a Szent Imre, Szent Gellért és Prépost sörök 2015 óta kaphatók. De idén egy igazán exkluzív termék, a Prépost sörből készült sörpárlat is megjelent a palettán. A sörpárlat bemutatóján és kóstolóján, a Barátok kávézóban Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök sörhöz kapcsolódó gondolatait Nagy Péter színművész tolmácsolta. A hatalom divatja. 1898. És ha már tücskökkel és copfokkal hoztam összeköttetésbe az eszméket, hadd hasonlítsam össze még a sörös üveggel és a modern szellemi életet. Ezeknek a termékeknek az a céljuk, hogy az embereket új módon szólítsuk meg, és olyan emberekkel tudjunk kapcsolatot teremteni, akiket nem a templomokban érünk el, mondta Spányi Antal megyés püspök a bemutatón. Egy sörpárlat is megjelent, ami nálunk még nem annyira elterjedt, mi nálunk Magyarországon még nem annyira tartozik hozzá, talán csak a legérzékenyebb, a legkifinomultabb ízléssel bírók ismerik és tudják, használják ezt, de úgy gondolom, hogy meg fogják szeretni az emberek, mert egy nagyon sajátos, nagyon kellemes ital, amely segíti a beszélgetést, amely segíti az elmélyedést, amelyre időt kell szánni, hogy az ember megízlelje, megillatolja, hogy a párlattal jó barátságot tudjon kötni. Én azt remélem, hogy karácsonykor sok embernek szerez ez majd örömet, és sok családi vacsorához, sok családi ebédhez egy kellemes percet fog tudni hozzáadni majd a családok karácsonyi öröméhez. Róth Péter székesfehérvár alpolgármestere örömét fejezte ki, hogy a környéken egyre több kis és közép vállalkozás foglalkozik azzal, hogy kézműves termékeket állítson elő. Majd Vértes Tibor, az Agárdi Pálinka főzde ügyvezetője ismertette a különleges sörpárlatot, amely, mint elmondta, magába hordozza a Prépost barna sörnek az ízét, illatát, aromáját. Egy más világba röpít bennünket. A malátára jellemző ízek, aromák jelennek meg. Ez a sör egy barna sör, eléggé markáns jegyekkel, tehát ez mint alapanyag is már ilyen csokoládés ízvilága volt, és ez a csokoládés ízvilág, illatvilág átment természetesen a párlatba is. A gyümölcspálinka az a gyümölcsre jellemző aromákat hordozza, ez pedig arra a sörre, amiből készült. Tehát, hogy valaki ezt a sört megkóstolja, és utána hozzákóstolja mi párlatunkat, valószínűleg, és reményem szerint ugyanazokat az ízeket, illatokat fel fogja fedezni, egy kicsit magasabb alkoholkoncentráció, tehát óvatosabban, nem nagy sörös pohárral inni, hanem erre megfelelő pálinkás porrakat használni a fogyasztáskor. A Prépost párlat egy újdonság és exkluzivitását az is jelzi, hogy összesen 243 üveg készült el, tudtuk meg Smohai Andrástól, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatójától. A termékek nagyon népszerűek, sokan keresik, nem csak turisztikai szempontból népszerűek, hanem a székesfehérváriak is szívesen fogyasztják, vagy adják ajándékba. És az idejében fölmerült egy ötlet, hogy ezt esetleg tovább lehetne fejleszteni, valami új terméket készíteni, és a Agárdi Pálinka Főzde Kft., akik egyébként Magyarországon először készítettek sörpárlatot, nagyon szívesen álltak emellé a gondolat mellé, emellé a kezdeményezés mellé, és elkészült a Prépost sörpárlat, amely valóban ennek a egyébként nemzetközi díjat is kapott sörnek az eszenciáját tartalmazza. Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy az idei évben a teljes termékpaletta az egyházmegye területén készült. A söröket Német Antal sörfőzőmester receptje alapján a Kápolnásnyéki Belatini Sörmanufaktúra Kft. Gyártja, a párlatot pedig az Agárdi Pálinka főzde.